Baleset sorozatot okozott a sűrűköd az M5-ös autópályán. 15 helyszínen összesen 40 autó rohant egymásba a Szeged előtti szakaszon, de Lajos Mizsénél is volt egy baleset. 19 embert kellett kórházba vinni, hárman közülük súlyosan megsérültek. A strádán óriási volt a torlódás, sokan órákon át vesztegeltek autójukban. Felismerhetetlenségig összeroncsolódott motorháztető, leszakadt lökhárító és a baleset nyomai az úton. Így nézett ki az egyik baleset helyszíne az M5-ös autópályán. Négy autó hajtott egymásba Balázscsa határában. A karambol mögött feltorlódott a kocsisor, és a köd miatt újabb autók csúsztak egymásba. Valamennyi ráfutásos baleset volt, a nagyon nagy ködben történtek ezek a balesetek, és fokozatosan először a 148-as kilométerben, majd visszafelé egészen a 133-asig, tehát egy szűk 20 kilométeres szakaszon valamennyi baleset a Szeged felé vezető oldalon történt. Összesen 40 autó ütközött egymásba az M5-ös vonalán pénteken. Vélhetően az ünnepek miatt volt nagy forgalom, ráadásul sok külföldi vendégmunkás is most utazik haza például Nyugat-Európába, Romániába és Szerbiába, ezért a szokásosnál is nagyobb a forgalom az autópályákon. Térképen mutatjuk, hogy az M5-ös sztráda mely pontjain történtek a balesetek. Az első, 4-es baleset a 147-es kilométernél volt. Nem sokkal később három kocsi, köztük egy teherautó ütközött a 148-as kilométernél. De a feltorlódott kocsisor miatt további autók ütköztek a 146-os, a 145-ös, a 142-es és a 141-es kilométer szelvénél is. A 139-esnél, Csengele közelében pedig 9 autó ment egymásba. De baleset volt az M5-ösön Lajos Mizsénél is. A 7 helyszínen összesen 20 főt vizsgáltak meg és láttak el bajtársaim, közülük 19-et szállítottak kórházba, 3 fő súlyos, még 16 fő könnyebb sérülést szenvedett a balesetekben. A sok baleset miatt nagy dugó alakult ki napközben az M5-ös autópályán, míg kora este is terelni kellett a forgalmat Szeged környékén az autópályán. A balesetekhez összesen 17 mentőegységet riasztottak, amelyek a hatalmas köd ellenére is perceken belül a helyszínre érkeztek. Az országos mentőszolgálat egy videót is megosztott erről. A felvételen jól látszik, ahogy az egyik baleset helyszínére megérkezett a mentőautó az autópályán. Nem csak az utakat, hanem a városokat is ellepte a köd. Egerben szinte teljesen eltűnt a város sűrű ködben. De ködbe borult a főváros is. Szinte alig lehetett látni a hidakat, és az országháznak is csak egy része látszódott ki a sűrű ködből. A következő napokban is ködre kell számítani. Szombaton 6 megyére adtak ki figyelmeztetést a köd miatt. Vasárnap pedig már 8 megyében lehet sűrű tartós köd a meteorológiai szolgálat szerint. A rendőrség mindenkit arra figyelmeztet, hogy a köd miatt rossz látási viszonyok alakulnak ki az utakon. Ezért arra kérnek mindenkit, hogy ilyenkor a szokásosnál is figyelmesebben vezessenek a sofőrök.